meglepéssel tekintett azokra, akik azért jöttek el, hogy megzavarják a normális emberek, normális szám közmeghallgatását. Ha önöknek van közérdekű ügyben, tehát a város közösségi polgárokat érintő ügyekben kérdése, észrevétele, véleménye, akkor azt szívesen veszünk, szívesen halljuk önöktől. Tehát kérdezem, hogy van-e közérdekűben valakinek kérdése, onnan a parancsolja. Hogy a kártyúzást megnézik, hogy kártyúzni lehet-e, de azt mondtam, hogy a déli város rész még nincs befejezve. Tehát ez egy ilyen függőben maradt dolog volt. Ezért, és amit a polgármester mondott, ez valóban így volt, hogy a nagyobb gödröket azt mondták, hogy be fogják tömni, hogy még egyszer ilyen előforduljon, hogy fölborulja a biciklijével. De leadtam írásba, és ez nem lesz elfelejtve, mert nyoma van. Le van nálam is, hiszem, hogy le van tűzve a végítési osztályon is. Hát én mondom, hogy tavasszal az egész előre szerve, mert valóban tényleg nem lehet. Ezek a képviselők tigyede. Remélem, hogy tavasszal megnyitok a problémáját. A kérdésem az, hogy van-e még valakinek közérdekűben a kérdése? Igen, nekem van. Edzőasszony, törvényes itt a dolog, mert testületérésen, közmeghallgatáson bárki készített kép és hangfelvétel, szabadon sokszorot hívhatja. És mit szeretném? Hozzam vissza a képviselőt? Nem. Mert nem fogom. Mert tavaly is ezt mondom, mert nem egyszer ezt eljátszottak, ez előre meg van beszélve. Látszik, hogy a képviselők nem kívánnak önnel iskolálni. Hát ez a közmeghallgatás, nem? A képviselő testület elvesztette a felhagyatot, és mivel a közmeghallgatás is egyfajta a képviselő testület ügyés. Akkor egy fórum, akkor ezután egy fórumon részt lehet venni, szeretném a kérésemet feltenni. Nincs ám mondja, mivel határozottséppel elé várt a képviselő testület, ezért a közmeghallgatást. Akkor lehetőség van egy fórumra, ha a képviselőknek az 50 plusz 1 százalék már nincs itt jelen. Én nem tartom a szabályokat, bár én tartom be a szabályokat, és nem maguk. Maguk okoznak megint botrány, nem a németi meg a polgárkáról, hanem megint maguk. Itt ezek az emberek láthatják. Egy közmeghallgatás van, bárki készített kép és hangfelvétel, és tehet fel kérdést. Önök azok megint elmenekülnek ezelől. Ha nem szégyelik magukat, maga nagy keresztény ember, meg a református lelkész, hol veszi fel a keresztét? Miért nem áll ki az igazság mellett? Miért nem mutat példát a Jézusi vonalról? Miért nem? Hol vannak így a Szekó József polgármester, esküdtek fel? Akkor miért nem teszi szóvá? Hol van önök között egy ember? Mi folyik itt a városházán? Ha nem szégyelik magukat? Hát milyen emberek maguk? Nézzék meg, itt többen szerettek volna feltenni kérdést. Hát micsoda ez? Hát egyszerűen hihetetlen, komolyan. És akkor német imélyög a polgárkáról okoz botrány. Hát így zajlott le a mohácsi közmeghallgatás. 6 év eltelt, és egyetlen közmeghallgatás, azért tudtam feltenni a kérdésemet, vagy a kérdése megválasztást akadályozták meg. Ez a mohácsi demokrácia. És hol van egy képviselő, aki végre ezzel felemelő elvenne a szavát? Így végződött a Mohács képviselőtestület közmeghallgatása ismét. Egyszerűen botrányos és diktatórikus, és egyszerűen szégyengyalázata nem lett szavakat talán. Komolyan mondom, ide hova, ennél hova lehet jobban lesüllyedni egy képviselőtestületnek, egy edzőnek, egy városvezetésnek? Kettem az internetre. Hát ez...